请帮您装袋，还是您要直接饮用呢？Sziasztok! Ma szombat van, és lassan el fogunk indulni, ugyanis bemegyünk a városba, vennünk kell egy-két dolgot. Tegnap már elkezdtem itt az asztalomat egy picit átrendezni, és vettem két darab ilyen tárolót, amit majd megmutatok nektek, viszont rájöttem, hogy a másik oldalra is kéne egy, úgyhogy vissza fogunk menni egy ilyen tárolóért. Ezt egyébként a Muji nevezetű üzletben vettem, ami egy ilyen japán lakberendezési üzlet. Kicsit olyan, mint az IKEA, nagyjából áraiban is megegyeznek, úgyhogy nem nagyon sok mindent szoktunk ott venni, viszont nagyon meg vagyok elégedve így a termékeikkel, és nagyon szeretek ott vásárolni. Egyébként egy ágyneműm is van tőlük, majd azt is megmutatom. Na, de mindegy, Youngland már vár rám, úgyhogy először oda fogunk menni. Aztán még nem tudom, de majd úgyis viszlek magammal titeket. Egyébként itt van a két tároló, amit vettem. Ez egy ilyen nagyon szép, nagyon kemény műanyagból készült, szinte már olyan, mintha üveg lenne, ilyen kis tároló, és ide tettem be néhány parfümömet, egy palettámat, amit elég gyakran használok. Itt fönt vannak az Innisfree-s maszkjaim, amit az előző videóban mutattam nektek. Itt vannak azok a dolgok, amiket minden reggel, illetve este használok. Itt a hajamra való hajolaj, aztán itt ilyen Innisfree-s arcápolási dolgok, szérumok, illetve itt is a hajamra való dolog, arclemosó, mindenféle dezodor. És most ide szeretnék a másik oldalra venni egy ugyanilyen tárolót, ettől szeretnék megszabadulni. Ecseteimet nem nagyon használom már igazából semmire, mert egyébként pont itt vannak, ezeket a szivacsokat használom, azért vannak itt, mert ki kell mosnom őket, úgyhogy ezt ignoráljátok, léci. Úgyhogy ja, ide kell majd még egy másik doboz. Van a végén a Muji, oda jöttünk.那总共有1、2、3、4、5、6、7七样商品。Na szóval most érkeztünk haza, és voltunk a Muji-ban, illetve voltunk a Daiso-ban is. Mind a kettő igazából egy ilyen mindenes üzlet, lakásdekor, stb. Stb. Étkészlet. Szóval tényleg minden van, viszont a Muji nyilván jóval drágább, tehát ez egy IKEA, ez meg egy 300 forintos bolt, úgyhogy természetesen nagyon sok mindent a Daiso-ban vettünk meg, de most nézzük is, hogy mit vettem a Muji-ban. Először is Young vett egy csomó zoknit magának, aztán amit én vettem, ez egy ilyen nagyon édes grapefruitos illóolaj, aminek nagyon jó illata volt, és már nagyon szerettem volna egy ilyen kicsit citrusosabb, de mégis nagyon édes illatot, úgyhogy ennek nagyon örültem. Vettem egy teát, illetve megvettem ugyanazt a tárolót a másik oldalra. Ma hétfő van, 10 óra múlt 2 perccel, és izgatottan várok egy hatalmas csomagot, ami nem más, mint egy új hűtőszekrény. Ugyanis január 1-én egy akció keretein belül vásároltunk Younggal egy új hűtőszekrényt, amire már nagyon nagy szükségünk volt, ugyanis a régi hűtőszekrény, ami itt a házban van, az hát
körülbelül már 20 éves, úgyhogy tényleg nagyon kellett már egy új, és most úgy döntöttünk, hogy akkor így az akciót megragadjuk, és beruházunk egy új hűtőre, és megmutatom nektek, hogy milyen konyhai eszközöket vettem tegnap, illetve még tervben van egy-két dolog, amit szeretnénk beszerezni, majd megyek Daiso-ba, ott ugye minden sokkal olcsóbb. Viszont most várom, hogy ugye jöjjön a hűtő, és azt mondták, hogy 12 előtt fog ideérni. Úgyhogy lehet, hogy lemegyek, és addig gyorsan sütök egyet, ugyanis sajtos ropit szeretnék vinni a főnökömnek. Tegnap vettem ilyen fehér és rózsaszín új kis konyhai eszközöket, egy ilyen mosogató, szivacsszerűségi mosogatókefét, egy ollót, ez egyébként a rizshez van, amikor megfőr rizs, akkor ezzel szoktuk kiszedni, egy ilyen kis másik kefét, ez egy ilyen csipesz, krumplipucoló, ez egyébként egy ilyen mosogató szivacs, ami szilikonból van, és nagyon cuki, meg egy habverőt. És itt van a régi hűtőnk, tegnap itt takarítottunk, lemostam a falakat konkrétan, úgyhogy ezt most fogják elvinni, és nem sokára jön helyette a másik. Na, megjött az új hűtő, úgyhogy most 2 órát várnom kell, és csak utána dughatom be, utána használhatom. Listen to me, I'm only gonna say this once. You're going on the trip now, it's going to be rough. It's gonna... Na, most végeztem a suliban, úgyhogy megyek vásárolni, aztán pedig indulok haza. Éppen próbálok takarítani, és ez a 2 zacskó mindig útba van, és ezek azok, amiket idén ajándékba hazaviszek, illetve most télen ajándékba hazaviszek, és hát mindig azt hiszem, hogy nem veszek semmit, és aztán mindig 2 ilyen hatalmas zacskó lesz belőle, úgyhogy nem értem. Viszont sokan írtátok, hogy nagyon szeretitek ezt a fajta videót, amikor megmutatom, hogy mit viszek haza a családomnak, vagy mit viszek otthonról, mit hozok otthonról ide Tajvára, úgyhogy ezt természetesen most is el fogom készíteni nektek, és a jövő héten valószínűleg láthatjátok is, mert akkor fogunk hazautazni, úgyhogy, ja. Szóval akkor itt is van az első nyertesünk, és ő a matricás csomagot szerette volna, úgyhogy mindjárt nézzünk egy következő nyertest, aki pedig a szépségápolási csomagot fogja megnyerni. Oké, és akkor itt is lenne a következő nyertesünk, és ő pedig a szépségápolós csomagot kérte, úgyhogy tökéletes.
Szóval szeretnék gratulálni a két nyertesnek, és arra kérlek titeket, hogy az infoboxban található e-mail címemre küldjetek egy e-mailt, hogy ti nyertetek, és akkor mindenféleképpen ott majd tudunk a továbbiakról beszélni. Viszont szeretném mindannyiatoknak nagyon-nagyon megköszönni azokat a nagyon kedves kommenteket, amiket a videó alatt hagytatok, és tényleg, hogyha lenne rá módom, akkor mindegyikötöknek nagyon szívesen adnék bármit, mert tényleg annyira hihetetlenül jó érzés volt olvasni a kommenteket, és annyira kultúráltan fogalmaztátok meg. Néha szoktam látni, hogy más videósok kommentjei alatt a saját követő táboruk olyan, nem is tudom, olyan támadó, vagy olyan negatív tud lenni néha, és én annyira örülök, hogy ti abszolút nem ilyenek vagytok, hanem tényleg nagyon kultúráltan összetudjátok szedni a mondani valótokat, nagyon szépen és értelmesen van megfogalmazva, még akkor is, hogyha esetleg egy negatív kritika, bár olyat tényleg nagyon ritkán kapok, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek, és ahogy olvastam a kommentjeiteket, mindegyiket elolvastam. Csak azért nem válaszoltam rájuk, az egyik ok, hogy elég sokan írtatok, de igazából a másik ok az az volt, hogy a sorsolásnál minden második név az enyém lett volna, és egy kicsit nehézkesen ment volna a dolog. Úgyhogy mindenféleképpen szerettem volna tudatni veletek, hogy elolvastam az összes kommentet, viszont mindegyikre adtam egy kis szívecskét, hogy azért érezzétek, hogy mindenféleképpen elolvastam őket. Úgyhogy, ja, gratulálok a nyerteseknek! Szerintem én ezt a videót itt most le is zárom, ugyanis már nagyon hosszú lesz, úgyis találkozunk majd a jövő héten. Amikor a jövő heti videót látjátok, akkor mi már úton leszünk hazafelé Magyarországra, úgyhogy szuper lesz, és a következő videó, hogy említettem, megint olyan lesz, hogy megmutatom, hogy mit viszek haza a családomnak, így ajándékba. Azt, ahogy láttam így a kommentekben, nagyon sokan szerettétek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek még egyszer, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!